Köszöntöm nézőinket! Önök Tamási Tány című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és mutatom mai adásunk tartalmát röviden. Még több okos fejlesztést tartogatta a jövő Tamásinak? A kisközségek iskolái is kitűnő oktatást biztosítanak diákjaiknak. Két diáklány alkotásaiból nyílt kiállítás a művészeti iskolában, Tamásiban. A népdalé volt a főszerep a Tamási elődöntőn. A Magyar Költészet napján Petőfi Sándor volt a középpontban a Tamási könyvtárban. Már több mint egy éve nyújt lehetőséget a fejlődésre a kis települések számára a Digitális Falu program. A települések vonzerejének és az ott élők életminőségének magasabb színvonalra emelését segíti a program. Az okosváros kifejezés nem is ismeretlen a tamásiak számára, hiszen számos olyan projektje valósult már meg a városnak, vagy van éppen folyamatban, ami ebbe a kategóriába sorolható, de lehet jönnek újabbak. Tamásiban tartottak nemrég egy tájékoztatót a programról, mutatom, ott készített összefoglalónkat. Tamásiban a Digitális Falu programmal kapcsolatban tartott tájékoztatón Süli János, a Paksi atomerőmű bövítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy többféle digitális fejlesztéssel szeretnék a kisvárosok, falvak lakosság megtartó képességét növelni, elérni, hogy minden fiatal, aki egy kis településhez kötődik, térjen vissza. A rendezvényen dr. Uzsák Katalin, a miniszterelnökség területi közigazgatásáért felelős helyettes államtitkár megfogalmazta, hogy a területi közigazgatás fejlesztése akkor szolgálja legjobban az ország érdekeit is, ha összehangoltan működik az állam más területein zajló fejlesztésekkel, ezért is különösen fontos a Digitális Falu program partnersége. Ez a programhoz csatlakozott Tamási városa is, ami elsőre kicsit furán hangzik. Város egy falvaknak szóló programban. A település polgármestere Porga Ferenc adott erre választ. A rendezvény sajtótájékoztatóján mondtam el, hogy korábban nekem világos fogalmaim voltak arról, hogy mi az, ami város és mi az, ami falu, és ez exakt módon azért elhatárolódott. De az utóbbi időben a két fogalom egy picit keveredik, ami nem biztos, hogy baj, hogyha ez egy jó célt szolgál, hisz a Magyar Falu program az 5000 fő alatti településeknek jelentett az elmúlt néhány évben komoly fejlesztési beruházási lehetőséget, amivel a környékbeli települések is tudtak élni. Tamási ebben a körben nem került be, hisz 8000-es kisváros vagyunk. Ugyanakkor a Digitális Falu program része lehet Tamási. A Digitális Falu program az a Digitális Jólét program része, és itt a közép-dunántúli fejlesztési térségben a Digitális Falu program részeként a település szonda projektben vagyunk első körben érdekeltek, de ennek a Digitális Falu programnak számos olyan eleme van, amit majd tudunk, amiben majd tudunk pályázni, amiben majd el tudunk indulni, és ami lehetőséget teremt a további smart, okos, vagy nevezhetjük digitális dolgainknak a továbbfejlesztésére, tovább gondolására. Szerencsére van mit tovább gondolni, hisz jó alapjaink vannak ezen a területen. A település szonda, amely Tamásiban is elkészült, széles spektrumon vizsgálta a települést. A helyi, már rendelkezésre álló statisztikák elemzéseiből, az egyes szakterületeken dolgozó helyi szereplőkkel, a lakossággal készült mély interjúkból részletes képet kaptak a szakemberek. Feltárták a fejlesztési lehetőségeket, ami hozzájárulhat a település jövőjéhez. A délelőtt folyamán a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács elnöke, dr. Mikulás Brigitta hangsúlyozta, hogy a térség hosszú távú fejlődése érdekében milyen nagy jelentőséggel bírnak ezek a felmérések. A térségünkben 10 településen történt meg, ez alapvetően egy felmérés arra vonatkozóan, hogy milyen a településeknek a digitális felkészültsége. Paks, Kalocsa, Kiskörös, Dunaföldvár, Tamási, Solt, Sükörös, Hőgyész, Bölcske és Tolna településeken jelezték, hogy szívesen vállalnák a megmérettetést, illetve volt egy bónusz település, Madacsa is jelezte szintén a programhoz való csatlakozási szándékát. Hosszú hetek munkájának köszönhetően Tamásiról is elkészítették a szakemberek a település szondát, amelyet a város polgármestere kapott készhez a délelőtti tájékoztató fórum előtt. Most kaptam meg pontosan a mostani konferencia előtt kézben a település szonda komplett projektanyagát, úgyhogy a következő héten a beruházási iroda munkatársaival, városvezetőkkel fogjuk áttanulmányozni. Tehát ez friss, ropogós, kész anyag. Azt tudni kell erről a település szondáról, hogy egy több hónapos munka eredménye. Több órát interjúztattak engem is, a beruházási iroda munkatársait, városvezetőket,
illetve a helyi lakosokat, helyi vállalkozókat, civil szervezeteket, közösségeket kerestek meg, és ezzel a módszerrel térképezték fel tulajdonképpen Tamásit. Ebből készült egyfajta digitális alaptérkép, ami egy helyzetkép, így is mondhatjuk, és a helyzetképre épülve pedig egy cselekvési terv és forrás térkép, amit elsősorban a digitális smart okos dolgainknak a további felhasználására, fejlesztésre tudunk fordítani, illetve én abban bízom, hogy a gyakorlati életben is tudjuk ezeket használni, akár a működés, városüzemeltetés területén, akár pedig a fejlesztési lehetőségeink tudatosabb, átgondoltabb tervezése területén. Tamásiban az okos megoldások kialakítása már 6-8 éve zajlik, hiszen ezek a jövő nélkülözhetetlen eszközei. Szeretnénk, hogyha a számos már eddig is meglévő smart okos megoldásainkat, dolgainkat egy helyzetképre alapult cselekvési terv alapján, talán egy kicsit tudatosabban, célzatosabban tudnánk tovább folytatni, rendezni, és ez azért is fontos, hogy jobban megtaláljuk majd jövőben ezekre a forrás lehetőséget. És számos olyan dolog van, hogy most mondok néhány olyan dolgot, ami ide tartozhat, ami smart vagy okos dolog a városban. Például a szabályozható geotermikus fűtésrendszerünk, az is egy okos dolog. Akkor a szabályozható közvilágítási rendszerünk. De van okos illemhelyünk, hamarosan okos zebráink lesznek, okos vízműszivattyunk van, és hamarosan nem bízunk benne, lesz intelligens okos hivatalunk is, hisz itt a tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás pedig kiírásra került, és abban bízunk, hogy akár már ebben az évben elkezdődhet a okos hivatalnak a kivitelezése, építés kivitelezése is. Tamási város önkormányzata egy jó lehetőségnek tartja a digitális falu program kínálta lehetőségeket, amit igyekszik kihasználni a fejlődést szem előtt tartva. Manapság megszokottá válik, hogy órákat utazunk a munkahelyre, de ez elvárható-e a gyerekektől is, akik még csak most ismerkednek a betűkkel és a számokkal. Szerencsére sok kisebb településen mai napig megoldott az általános iskolai oktatás. Hogy hátrányt jelente az ott tanuló diákoknak? Nem gondolnám, de a következő percekben kiderül, mert két olyan iskolába látogatunk el, ahol a település lakosainak száma jóval 3000 alatt van, mégis van iskolájuk. Családias hangulat, kislétszámú osztályok, odaadó pedagógusok, ezek jellemzik a kisközségek iskoláit. A gyermekek ugyanolyan oktatásban részesülnek, csak talán több idő és figyelem jut rájuk. Ezt hangsúlyozta a Hőgyészi Hegyhát általános iskola és gimnázium intézmény vezetője, Bán Tamás. Egy település, főleg egy ekkora méretű település életében, mint Hőgyész, szerintem nagyon fontos, hogy saját iskolával rendelkezzen. Ez egy elég összetett dolog szerintem a szülők, illetve a gyerekek részéről. Érdemes ezt megvizsgálni, illetve maga a település életében milyen szerepet tölt be az iskola. Én azt gondolom, hogy elsősorban a gyerekeknek, illetve a szülőknek nagyon fontos az, hogy helyben tud járni a gyermek iskolában. Tehát nincs buszhoz kötve, utazáshoz kötve, ez valamilyen szinten egy biztonság is, ami ugye azért a mai világban nagyon fontos. A másik, ami én szerintem egy kisiskolának egy nagyon fontos létjogosultsága, hogy ez egy tulajdonképpen egy ilyen családias környezet, tehát itt azért mindenki valaki. Én azt gondolom, hogy egy ilyen több ezer fős városi iskolában azért ott elsiklanak a tehetségek, illetve a problémás gyerekek fölött is. Itt mindenkire jut azért idő. Kisebb létszámú osztályokkal működünk, jelen pillanatban 180 gyerek jár ebbe az iskolába, de tehát kiváló pedagógusaink vannak, akik a tehetséggondozást előtérbe helyezik, illetve azoknak a tanulókon, akiknek szükségük van segítségekre, akár korrepetálásokra vagy egyéb tanulmányi segítségre, azt akkor itt meg tudják kapni. A jól megszokott iskola kezdés az a 8 óra. A Hőgyészi intézmény csengetési rendje egy kicsit eltér az általánostól, de ennek nyomós oka van. Elsősorban a közlekedés miatt van az egy picit furcsább csengetési rend, itt 7 óra 50-kor kezdődik.
a tanítás most már. Illetve egy nagyon fontos dolog, hogy az iskola ez egy nagy intézményen belül egy székhelyi intézmény, de vannak kollégák, akik áttanítanak, és a többi két tagintézménynek a csengetési rendjét is ehhez kellett alkalmaznunk, vagy alkalmazkodnunk, hiszen így tudjuk az órákat megoldani. Tehát vannak olyan tantárgyak, amit a Gyönki gimnáziumból lévő tanárok oldanak meg, például kémiát, biológiát, fizikát, tehát az órarendnek ez miatt így kell működnie, illetve hát a szülőknek egy könnyebbség ez, hogy a bejáró tanulóknak az utazását így tudjuk megoldani. A érkezésnél is várja őket felügyelő tanára a buszpályaudvaron, illetve a kísérésnél is segítenek nekik hazajutásban. Rengeteg programot szerveznek a kollégák. Ugye a Hölgyész iskola az egy nemzetiségi, német nemzetiségi iskola is. Itt rengeteg segítséget kapunk a helyi nemzetiségi önkormányzattól, települési önkormányzattól, de ugyanezt elmondhatom az egyéb iskolai programokra, rendezvényekre, tehát a szokásos rendezvényeken túl is én azt gondolom, hogy igen gazdag kínálattal szolgál a Hölgyész Általános Iskola. Regőjben az ott élők abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy gyermekeiknek az általános iskola alsó tagozatának elvégzéséhez nem kell elhagyni a falut, sőt külön órákra is járhatnak. Az ottani intézmény a Tamási Vürc Ádám általános iskola telephelyeként működik, mondta el Gasparics László igazgató. Viszonylag alacsony a tanuló létszám, és 1-4-es összevonttal működik az iskola, ami azt jelenti, hogy vannak órák, ahol az összes tanuló egy osztályban van, és úgy sajátítják el szakaszonként a tananyagot. Rutinos pedagógusok oktatják a gyerekeket, akik erre is felkészültek, és elmondom, hogy diplomás pályámat én is összevont osztályok tanításával kezdtem. Nagyon nagy öröm volt számomra, és még máig szívesen emlékszem vissza erre az időre. Közösségformálásban van plusz, hogy alkalmazkodniuk kell egymáshoz, a picinek a nagyobb negyedikeshez, és kölcsönösen visszafelé. Én úgy gondolom, hogy itt a gyerekek tűrőképességén sokat javít. Tehát én egy kényszerű jónak tartom, hisz ezt a tanuló létszámoknak a csökkenése váltotta ki ezt a helyzetet országosan. Ahol kevés a tanuló és nem éri el az induló osztály létszámot, ott folyamodnak ehhez a fenntartók. Jelenleg 22 diákunk van, és ahogy említettem, itt az 1-4 között oszlik meg ez a tanuló létszám. Bátran kijelenthető, hogy a pedagógusok jobban oda tudnak figyelni a gyerekekre, hiszen jóval kisebb az osztályuk létszáma, így nagyobb gondot fordíthatnak az erkölcsi nevelésre és a közösségépítésre. A Vürc Ádám Általános és Alapfokú Művészeti Iskola folyosóját sok helyütt díszítik a diákok munkái. Rendszerint van egy-egy kiállítás, ahol a tehetséges tanulók alkotásait csodálhatják meg. Az elmúlt időszakban a Covid szülte korlátozások miatt ezek elmaradtak, de most újra megragadták a lehetőséget, hogy megmutassák a produktumokat. Ezúttal két diáklány rajzaival, festményeivel töltötték meg a folyosó galériáit. Mutatom, kikről is van szó. Tamásiban a Művészeti Iskola folyosó galériáján mutathatják meg a fiatal tehetségek munkáikat. A nemregiben nyílt kiállítás alkalmával két ifjú diák is megmutatkozhat, mesélte Ril Mária, tanszakvezető. A munkájuk során egyszer csak megérzik az az idő, összegyűlik annyi munka, annyi szép anyag, hogy maguk a diákok is örömmel veszik, hogy egy külön kiállításban megmutathatják munkájukat. Volt egy időszak, amikor sűrűn tudtunk ilyen kiállítást csinálni, most a Covid-járvány miatt nem is jöhettek be szülők az iskola területére, sajnos most egy másfél éve nem volt ilyen alkalmunk, úgyhogy ezért is voltam olyan boldog, hogy újra megmutathatjuk a tehetségeket, és tudunk fókuszálni egy-egy, különösen tehetséges tanítványra. A következő hetekben Csapkata és Simon Vanda munkáit csodálhatják meg az érdeklődők az iskola folyosó galériáján. Nagyon különleges hölgyek, két különböző egyéniség, nagyon zárkózottak, nagyon mély érzésűek mind a ketten, szeretnek. Én mindig úgy éreztem, hogy a kép, a rajz, a szín az, amivel ők mesélnek, ami abban a pillanatban ki is tárulkoznak, és csodálatos dolgokat tudnak létrehozni. Mégis tisztelem őket, hogy volt bátorságuk egy kiállítás során megmutatni a lelküket másoknak is. Volt olyan, hogy készültünk valamelyik képzőművészeti versenyre,
A lányok rendkívül sikeresek, nagyon sok országos versenyen vettek részt, és díjazottak is. Egerben, Hódmezővásárhelyen, Tamásiban ugye a Würc versenyen, tehát ahova ők úgy gondolták, hogy ez a téma izgatja őket, és szívesen alkotnak rá, arra készítettek alkotásokat. Tehát egyrészt ezeket állítottuk ki, amivel már volt sikerük, és válogattak hozzá olyan alkotásokat, amit otthon készítettek, örömünkben készítettek, a saját ötleteik alapján alkottak meg. A kiállított darabokat közösen válogatták össze a lányok művészeti tanárukkal. Elhozták azokat az alkotásokat, amelyeket ők gondoltak, hogy kiállíthatók, terítettünk itt a folyosón, és válogattunk. És volt, amit még ma délelőtt cseréltek ki, hogy mégse ez legyen, hanem az legyen. Tehát egy kicsit próbálták ők belevinni az ő gondolatukat, és én egyetértettem ezzel. A megnyitóra érkezett rokonok, barátok kíváncsian vették szemügyre a fiatal tehetségek alkotásait. Óvodáskorom óta képzőművészet iránt érdeklődöm. Az óvodában már kiemelkedően rajzoltam, festettem. Ez a kiállítás engem nagyon jól érint, örülök, hogy ilyet tudtunk szervezni. Óvodáskorom óta foglalkozom képzőművészettel. Nem szerettem megmutatni másoknak a képeimet, és most sem olyan könnyű. Ha van egy problémám, akkor általában így szoktam levezetni vagy megoldani. Május 6-án számíthatunk újra a művészeti iskola diákjainak alkotásaiból nyílt kiállításra, de akkor a Művelődési Ház folyosó galériája ad majd teret ehhez. A Tamási Művelődési Központ adott helyet annak a népdaléneklési és népi hangszeres verseny elődöntőnek, ahol nem más a tét, mint szereplési lehetőség a Szekszárdi Szüreti Napok 2022. évi Cínege Madár gáláján. A helyi versenyzőkön kívül érkeztek Dombóváról, Regőjből, Sárpilisről, Szekszárdról is hagyományőrző csoportok. Hajja, hajja, színája, szína szakadékja, benne fogok kerékasszony, szép mennyecske, ez tőle lesz. A megye legjobb népdalkörei, népdalénekes csoportjai, pávakörei álltak a zsűri elé, hogy megmutassák tudásukat egymásnak, a közönségnek és a neves szakemberekből álló zsűrinek a Cínege Madár Tolna megyei népzenei versenyen, amelyet a Babits Mihály Kulturális Központ szervez meg évről évre. Ez a Bogár Istvánról elnevezett Tolna megyei népzenei és népdaléneklési verseny, és hosszú évek után most újra itt lehetünk Tamásiban, közel 40 versenyző, aki összesen nevezett a versenyünkre. Ma itt ma 8 versenyzőt láthatunk Tamásiból, Dombóváról és itt innen a környékről. Mivel ez egy megyei verseny, megyei meghirdetésű verseny, szeretnénk akkor úgy elhelyezni a helyszíneket, hogy egyik helyszín a megyeszékhelyen van, a másik helyszín pedig valahol vidéken. Most már évek óta Tamási az, aki ott van ennek az első fordulónak. Semmiféle megkötés nincsen, nevezhetnek általános iskolások, középiskolások, és a felnőtt versenyzőket is várjuk. Nagyon sok nevezőnk van az idősebb korosztályból, egyéni népdaléneklések, népdalkörök, néptáncegyüttesek, daloskörei. Hát természetesen a célja az, hogy a népzenei hagyományainkat őrizzük, és a népi kultúrát, a néptáncot, a népzenét, a népdalt, a hangszeres népzenét, ezt mind-mind együtt láthassuk. Borga Ferenc polgármester köszöntőjében elmondta, örül, hogy sok a fiatal, ami azt jelenti, hogy van, aki tovább vigye a hagyományaikat. A népdal, a népzene legrégebbi hagyományaink közé tartozik. A lápentató hang nem jut eszembe, iskolába tanultam, az még a honfoglaláson, még a Kárpát-medencén is túl mutatnak a gyökerek, de erről az itt lévőknek szerintem külön nem kell előadást tartanom. Én minden esetre örülök, hogy ismét ilyen szép számban összejöttünk, és ha nem is biztos, hogy a verseny kifejezése jó, inkább egy dalos találkozó, egy jó hangulatú, hagyományápoló közösségi délelőttöt kívánok mindenkinek a mai napra.
A jó kívánság pedig teljesült is. Örömmel léptek összeállított népdalcsokraikkal a zsűri elé a versenyzők. Nagy Flóra, Tamási Vürc Ádám iskola harmadik osztályos tanulója aranyminősítést szerzett a versenyen, így ő is részt vehet a Cinege Madár döntőn és gála műsoron Szekszárdon. Se lyugorját a rában, se lyugorját a rában. Támadd meg oldalad, támadd meg oldalad. A szintén tamási versenyzők Czer Leona és Czer Lorna duó ezüst minősítést kaptak a szakavatott zsűritől. Le is szakasztom én, oda is teszem én annak szépségére, szép ifjúságára. A lányok éltek a lehetőséggel, és a verseny keretein belül a Kóta Aranypáva népzenei minősítőn is részt vettek. Dicséretes fokozatot kaptak, így részt vehetnek a Kóta országos népzenei minősítő versenyén, köszönhetően szorgalmuknak és felkészítőjüknek Gulyás Ildikónak. A három tagból álló zsűri számos dologra figyel oda minden alkalommal a népdalok eléneklésekor, tudtuk meg Szabadi Mihálytól. Itt tulajdonképpen énekes produkciók lesznek zömmel, kivéve az a néhány citera, meg hangszeres, bár az idén, ahogy a nevezéseket nézem, több hegedűs is megmozdul. A dolognak tulajdonképpen olyan körülbelül, épp az előbb számogattuk, pontosan nem is emlékszünk már, olyan 25 éve indult ez az egész dolog. Nagyon nagy lelkesedéssel, nagy apparátussal indítottuk annak idején. Még olyanra is jutott energia, hogy akik jelentkeztek, csoportok, azokhoz kimentünk, próbára segítettük őket. És hát annak az eredménye lett, hogy ez így kivirágzott, és 25 év óta is még mindig van. A lényege az, hogy népdalt kell énekelni. Örülünk annak, hogyha lokális anyagból válogatnak, tehát helybéli anyagból válogatnak. Itt ugye Tamási környéke is bővelkedik, ugye akár itt a hajdani iregi gyűjtések, akár a kaposmenti gyűjtések, meg hát Somogy közel van, úgyhogy lehet válogatni, tehát Tolnamegye rendkívül gazdag. Ilyenben ugye ott van a Sárköz, Dunamente, itt vannak a bukovinai székelyek, nagyon gazdag a népdalkincs. Ennek a újraélesztése, terjesztése, művelése a cél. A Babits Mihály Kulturális Központ által kiírt népdaléneklési és népi hangszeres verseny legjobbjai a Szekszárdi Szüreti Napok 2022. évi Cinege Madár gálájának szereplői lehetnek. 1964 óta a Magyar Költészet napja április 11-e, amit országszerte irodalmi rendezvényekkel ünnepelnek. Így tettek Tamásiban is, ahol a Könnyű László Városi Könyvtár készült az irodalom szerelmeseinek. Zene és vers természetesen ez volt a jellemzője az estének, amely sok érdeklődött vonzott az intézményben. De hogy kivel ünnepelték József Attila születésnapjához kötött költészet napját, már mutatom is. Egész hazafelé azon gondolkodám, miként fogok szólítani, még nem látott anyám. Tamásiban a Könnyű László Városi Könyvtárban méltóképpen ünnepelték a költészet napját. A délelőtt folyamán az iskolásokat szólították meg, míg az esti program korhatár nélkül hívogatott mindenkit az intézménybe. Hosszú évtizedekre nyúlik vissza a költészet napjának megünneplése. Azt kell, hogy mondjam, a könyvtár fennállása óta, illetve 1964 óta, amióta egyáltalán a költészet napját ünnepeljük József Attila születésnapján. Az ország számos pontjához hasonlóan itt is különböző programokkal várják a könyvtárosok az olvasókat, a legkisebbektől az idősebb korosztályig. A délelőtt a kicsiké volt, hiszen több száz általános iskolás korú gyerek
versünnepének lehettek tanúi mindazok, akik itt voltak a könyvtárban. Számos szebbnél szebb verset hallottunk az előadásukban, és egy érdekesség, ami talán a Tamási könyvtárra jellemző, most már évek óta a gyerekkönyvtár egy gombfát alakított ki, és mindenki felfűzheti erre a gombfára jelképesen azt a verset, amit ő elmondott. A délelőtt tehát ennek jegyében zajlott, az esti órákban pedig a felnőtt látogatókat, olvasókat várjuk, hiszen a Tarisznyások zenekar lesz a fellépője a költészet napi rendezvénynek. Ők magyar költők verseit adják elő megzenésítve, természetesen a vers adott, a zenét pedig ők hárman írják ezekhez a gyönyörű sorokhoz. Jellemző rájuk a tiszta, szép, többszólamú megszólalás, biztosan nagyon-nagyon szép ünnepet ülhetünk a mai napon is. Az országgyűlés a 2022-23-as esztendőt Petőfi emlékévvé nyilvánította, így Tamásiban a költészet napján is az ő munkássága volt a középpontban, a Tarisznyások zenekarnak köszönhetően, akik az őszt is megidézték a költő megzenésített versével. Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig én nekem, tudja Isten, hogy mi okol, szeretem, de szeretem. Hűlök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lányt. Petőfi Sándor költeményeiből a zenekar megzenésítésében fogjuk előadni ebben az egy órában. Főleg zenélünk, tehát most nem igen szavalunk, minimálisat inkább zenélünk. El fogjuk zenélni ezeket a szép költeményeket. Olvas az ember sok verset, és akkor egyszer csak belülről megszületik a zene, és akkor azt megpróbáljuk a hangszerekre átültetni, és akkor még utána a zenekar egy kicsit formál rajta, mindenki a saját hangszerével, és akkor egyszer csak kialakul a végleges forma. Nagy felelőssége van a társadalomnak, a szülőknek, hogy ilyet is ismerjenek meg a gyerekek, és akkor azt gondolom, hogy megérik bennük ez, hogy ez is egy fontos és jó dolog, szóval kezdik ezeket hallgatni. Szerintem a verseket is így vannak, főleg az ember, mikor ugye abban a korban van, még jobban olvas verset, és onnan már csak egy lépés, hogy olyan megzenésített verseket is hallgasson. Az este folyamán az akusztikus és basszusgitár mellett a furuját, dobot hívta segítségül az együttes Petőfi verseinek megzenésítésekor. Gyönge sajka úszott rajta, benne lelkem volt a sajkás, hajtó, szellő, vasóhajtás. A Magyar Költészet Napja alkalmából Petőfi Sándor szerelmi és forradalmi költészetét elevenítette fel az együttes Tamásiban. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!